Az általános iskolákban rendszerint kötetlenebbül telnek az utolsó tanítási napok, mint évközben. A Babai József általános és sportiskola diákjainak azonban nem csak az idei tanév, de egy korszak is lezárul az életükben, hiszen a Bárdos Lajos általános és zeneiskola felújításával, kibővítésével szeptembertől a két intézményegység egy épületen belül egy intézményként működik tovább. Így a babai is diákok és a pedagógusok számára a 2011-2012-es tanév már egy új helyen kezd. Minden évet várakozással telve készülünk. De ez az év, ez a jövő tanév számunkra teljesen különleges lesz, hiszen nagyon sok pedagógus és kolléga 1985-től, a babai iskola kezdetétől dolgozott itt, illetve nagyon sok olyan pedagógus van, akinek ez az első munkahelye, és most vált egy másik épületbe tulajdonképpen, hiszen a munkahelyünk továbbra is a Nagyatádi Közoktatási Intézmény lesz. Várjuk, mi is és a gyerekek is, izgalommal, kis tartással, hogy bennünket hogyan várnak, de reméljük, hogy könnyen beilleszkedünk, hiszen nagyon jó tantestületünk van, és nem okoz majd ez problémát. A költözést a gyerekek is izgalommal várják, amellett, hogy már megnézték új tantermeiket a Bárdos iskolában, a pakolást is elkezdték régi intézményükben. Minden osztályterem, az osztályfőnökökkel, a gyerekekkel közösen először is átesik egy nagy válogatáson, hiszen a 25 év alatt nagyon sok mindent összegyűjtöttünk, és ilyenkor azért az ember válogat, hogy mit tud vinni, mit nem visz. Ezeket bedobozoltuk, és szépen átvisszük a következő helyre. Vannak közös helyiségeink, mint szertárak, számítástechnika terem. Ezeket nyilván az ott tanító szaktanárok, a leltárok alapján állítják össze, és közösen megbeszélve, hogy mi kerül át az új intézménybe. A jelenlegi 8. osztályosok bár nem a Bárdos iskolában kezdik meg a tanévet szeptemberben, a közösségi munkából ugyanúgy kivették részüket, mint az alsóbb évesek. Számukra egy egészen más új élet kezdődik a középiskolába, a pakolásba, csomagolásba viszont nagyon-nagyon kivették a részüket, hiszen ők segítették átpakolni a számítástechnika terem berendezéseit. Nyilvánvaló érdekli őket, hogy hova kerülünk, én biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni azt az alkalmat, ahol majd ott bennünket meglátogathatnak, és megnézhetik, hogy ha nem ballagtak volna el, akkor hova jöhettek volna velünk. Előreláthatóan a költözés miatt nem lesz változás a tantestületben sem. Jelen pillanatban ez egy nagyon jó hír számunkra, hogy a jövő tanévet még várhatóan mindannyian ott a Bárdos iskolába tudjuk kezdeni. Annyian, ahányan itt is voltunk. Az utolsó napok a költözködés miatt így a szabadidős programok mellett pakolással teltek az intézményben, hogy minden a helyére kerüljön, mire szeptemberben ismét az iskolapadokba ülnek a gyerekek.